Békesség néktek! Ma Jób könyve 39. fejezetének a 30. versét idézem. Avagy nem a te rendelésedre szállé fent a sas, és rakja-e fészkét a magasban? Most itt ücsörgök egy sasnak a fészke alatt. Ez a fészek lakatlan, ezek réti sasok, és a környéken van egy másik fészek, amiben most életemben először láttam egy kis sasfiókát, de azokat nem akartam ott zavarni. Amúgy is felrebbentek már a szülők, amikor én közeledtem. Ez egy lakatlan fészek, de annál inkább mutatja Isten dicsőségét. Tudjátok, amikor Jób annak idején élt, állítólag még Mózes ideje előtt volt ez. És amikor Isten szól hozzá, Isten indokolja neki a dolgokat, a lényeget, akkor ő nem a gyülekezetről beszélt, nem az eljövendő messiásról beszélt neki, nem a Szent Szellemről beszélt neki, nem a keresztről és a feltámadásról, hanem a természetnek a dolgait mondta el, az állatvilágról beszélt neki Isten. Azért, mert Jób ezt értette. Jobbnak nem volt Bibliája, Jobbnak nem volt gyülekezete, Jobbnak nem volt énekeskönyve, Jobb nem tudta azokat a dolgokat használni, mint mi, nem tudott fellépni a YouTube csatornára, de láthatott sasfészkeket. És Isten ez alapján beszélt neki. Isten a természet teológiájára iratta be Jobot. Én végeztem teológiát, de meg kell nektek mondjam, hogy a megtérésem is a természet teológiájához kötődik, és a hitben való épülésemnek is egy nagy-nagy része az a természetnek a teológiára. Mire tanít minket a fészek, a sasok, amelyek egyébként itt lebegnek a fészek fölött? Mire tanít bennünket egy kidőlt fa, amelyre éppen lekuporodtam? Az erdő, a természet, ahol megtaláltam én ezt a sasfészket már hónapokkal ezelőtt, és mindig csodálom, hogy azokat a hatalmas ágakat hogyan tudta az a madár oda felcipelni, hát ezek óriási nagy ágak egyébként, amiből épült ez a fészek. Isten rendelése ez, ami teremtő atyánké, aki természetesen nem hagyta ennyiben a dolgokat, és amikor az emberi természet által megromlott a mi környezetünk, és a természet is, a teremtett természet is, Isten elküldte a helyreállítást Jézus Krisztusban, és helyre fogja állítani az egész világot, menjen és földön, lesz egy új teremtés, egy csodálatos. Vedd észre, hogy miről prédikál a természet. Figyeld meg az apró és a nagy fészkeket. Vedd észre, hogy Isten rendelése ez, még a te életed is az. Amen.